Harangszóval és koszorúzással emlékeztek a salgótarjáni tűzoltók szolgálatteljesítés közben életüket vesztett kollégáikra. A Szent Flórián téren rendezett ünnepi állománygyűlésen a himnusz hangjai után Garami István tűzoltó ezredes, a salgótarjáni tűzoltóság parancsnoka mondott emlékező beszédet, majd az állomány tagjai megkoszorúzták az emlékművet. Szomorú eseményre emlékeztünk a mai nap. 2006. augusztus 8-án Budapesten a Műszaki Egyetem pincerendszerében három fővárosi bajtársunk tűzoltás során hűsi halált halt. 5 éve ennek, azóta minden évben ezen a napon az emlékezés napján szomorú főhajtással emlékezünk rájuk. Nem csak rájuk, hanem a világ összes tűzoltójára, akik hősi halált szenvedtek munkájuk során. 2009-ben született az a elképzelés, hogy egy emlékművet állítsunk a hősök emlékére, és azóta minden évben ennél az emlékműnél helyezzük el a koszorúinkat, illetve a mécseseinket.